Egy hónappal ezelőtt természetes úton komplikációmentesen hozta világra az anyja, a kis afrikai elefántborjút a nyíregyházi állatparkban. A 10 éves Svédországból érkezett Kwanza névre hallgató, 19 éves nősténynek ez már a második borja. Az idősebb hímborjú, Kito, 3 évvel ezelőtt született. Kwanza párja, a két udód apja, a 26 éves Jack nevű elefántbika jelenleg a svájci Bázelben egy tenyészprogramban vesz részt. Afrikai elefánt Magyarországon csak a nyíregyházi állatparkban látható, ahol eddig háromszor született utód, elsőként 2007-ben, majd 2015-ben és idén júniusban. A kis afrikai elefántborjú párnaposan esett át az első állatorvosi vizsgálatán, akkor 86 kg-ot nyomott, és kiderült az ivara is, hogy egy leányzóról van szó. Azóta is gyönyörű szépen gyarapszik, most már több mint 100 kg-os testtömeggel bír, és az ő jelenlétével már 4 tagúvá vált a Nyíregyházi Állatpark afrikai elefánt csapata. A világ legnagyobb és legerősebb szárazföldi emlőse az afrikai kontinensen honos a Szaharától délre. Manapság az ottani nemzeti parkok és más védett területek lakója. Az afrikai elefántnak egy nagyobb és egy kisebb termetű alfaja van. Az előbbi fajta bikája 3,4 méter magasra nő, súlya eléri a 6 tonnát. A tehén kisebb, 2,8 méternyi és 4 tonnás. A legjellemzőbb testrészük az ormányuk, 2 méter hosszú.